Sziasztok! Mai videómban azt árulom el, hogy miért főztem ma a sárgarépa krémlevest. Farkas Viki vagyok, más néven Kicsi Hú, az ötelemkonyha.hu weboldal gazdája, szenvedélyem a hagyományos kínai orvoslás táplálkozás terápiája, és a kínai orvoslás energetikai szemléletét népszerűsítem itt Magyarországon. Szóval a mai kérdés, hogy miért főztem ma gyömbére sárgarépa krémlevest. Hát az ötelemes életmódot folytatóknak végülis a fő törekvése az, hogy harmóniába kerüljenek mindig, vagy harmóniában legyenek a külső környezettel, tehát az adott évszakkal, az adott időjárási jellemmel, stb. És ma reggel, amikor elkísértem a kisfilmet az iskolába, utána sétáltam haza Vekerlén, és hát ugye ilyen szürke, ködös, esős, nyálkás, szomorkás idő volt, és mire hazaértem, azt éreztem, hogy ez valamit tenni kell, mert ez így nem lesz jó. És kitaláltam, hogy van a hűtőben friss gyömbér, van 4-5 szál sárgarépa, van itthon körripor, tehát hogy csinálok egyik kedvenc levesemet egyébként, egy krémleves, gyömbéres sárgarépa, krémleves pici körriben. Ez azért ilyen ikonikus étel a számomra, mert hogyha hideg van kint és esős, nyálkás az idő, akkor általában ezt szoktam ilyen mood foodként bevetni, ez az ilyen hangulatjavító ételként. Azért, mert amikor kint hideg van, és szürkeség, és ráadásul nedvesség, ez mindig rossz hatással van a kedély állapotunkra. Ez azért van, mert télen, nagy hidegben, ugye a yang energia, a meleg energia, az visszahúzódik a testünk közepébe, természetben is ugye a gyökerekbe, a nap nem süt, tehát elbújik a nap, nincsen napsütés. Tehát a tűzenergia, a tűzelem, ugye, ami az életörömöt, a melegséget, a mozgást, a jókedvet adja bennünk, és ugye mindent áramoltat a vérünket, ami megpezsdíti a vérünket. Ez mind télen ugye visszahúzódik, tehát ezért van az, hogy a téli hónapokban bizonyos alkatok különösen hajlamosak a depresszióra, szomorkás hangulatra. Hát mit lehet ugye ilyenkor tenni? Hát mondjuk, ha megnézitek az északi országokat, azért valószínűleg nem véletlenül vonzódnak a töményitalokhoz, mert hogy ugye a vodka és társai, viszki, ezek ugye a töményitalok fémelemhez tartoznak, az ötelemkonyhában csípős ízűnek számítanak. A csípős íz az szétszórja az energiát, a csíp megmozgatja bennünk a csíp, és a test felszíne felé mozgatja. Tehát van egy ilyen euforizáló hatás, hogy így rövid ideig átmenetileg feloldja bennünk a pangást, a feszültséget, és ugye megpezsdíti a vérünket. Tehát ez nem véletlen, hogy van, aki ehhez nyúl egy ilyen, hát egy ilyen rövid távú megoldás gyanánt. Az a baj, hogy hosszú távon ez csak ront a helyzetet, mert ugye az alkohol az nyálkás lejmet képez, blokádok alakulnak ki, szóval hogy ez hosszú távon nem igazán jó megoldás. Sokkal inkább mondjuk egy friss gyömbéres sárga répakrémleves, mert ugye vettem a friss gyömbért, mint fűszert, ebből nem kell bele sok, csak egy pici, hogy a csípősséget egy icipicit lehessen a háttérben érezni. A friss gyömbér az ugyanúgy csípős ízű, tehát ugyanúgy megmozgatja bennünk az életenergiát, picit átmelegít, átmelegíti az emésztőrendszert, átmelegíti a tüdőre is hat, tehát a vejcsít, a védőcsít is kicsit erősíti, feloldja bennünk a pangást, tehát ilyen értelemben jó, már eleve kicsit jókedvre derít. Aztán a sárgarépa, ugye maga az, hogy narancssárga színű, amikor földarabolom és beteszem a fazékba, megpirítom, vagy megpárolom egy kis olívaolajon, és megszórom közben friss, vagy szárított körrivel, ilyen nagyon, tehát átlagos körriport használok, ami ugye nem csípős, tehát bármelyik szupermarketbe hozzá lehet jutni egyébként, és olyan kellemes indiai beütést ad a levesnek. Szóval, hogy ott az aromák, a szín, már maga a látvány és az illatok olyan euforizáló, hogy az ember picit elfelejti ezt a szürkés, ködös időt. Egyébként a sárgarépát, ezt Kínában a zöldségek ginzengének is nevezik, annyira értékesnek tartják a zöldségek között, és az egyik értékes tulajdonsága az éppen az, hogy segít kivezetni a testből a nedvességet, a felesleges nyálkát. És ugye, amikor a külső környezetünk nyálkás, nedves, párás, akkor ez a pára nedvesség, ez behatol a testünkbe, és ott is ugye lassítja a csí és a véráramlását. És emiatt van az, hogy ilyen esős időben levertek vagyunk, semmihez nincs kedvünk, leginkább csak bekucorodnánk egy nagy takaró alá, és ezt a nyálkát segít a sárgarépának ez a kesernyés ízkomponense kivezetni. És ugye akkor ehhez társul a friss gyömbérnek a csípős megmozgató,
ereje és a körrinek szintén a testünket átmelegítő hát, volta, és egyáltalán az illatok, az aromák és a színek harmóniája. Szóval ez a titkos fegyverem az ilyen nyárkás ronda időben, és próbáld ki te is. Holnap újabb videóval jelentkezem. Sziasztok!